A ballagási ünnepségen vette át Varga Petra, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. C-osztályosa eredményes tanulmányi és közösségi munkájáért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagy tiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. A matematika és orosz nyelv tantárgyakból több megyei és országos megmérettetésen vett részt eredményesen. 4 éven át tagja, 12. évfolyamosként elnöke volt a diákönkormányzatnak. Táncol a Bijana bolgár néptánc együttesben. Tagja a gimnázium Bel Canto vegyes karának. Rendszeres fellépője volt az iskolai és a városi irodalmi műsoroknak, rendezvényeknek. Angolból és orosz nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Egyik szemem sír a másik nevet, mondta Petra, aki nagyon szeretett a refiben tanulni, mert jó volt az osztályközösségük, de valamilyen szinten örül is, hiszen az érettségivel egy új kapu nyílik meg most előtte. Hát megmondom őszintén, hogy az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Egyrészt szomorú vagyok, mert én azt gondolom, hogy nagyon jó volt az osztályközösség, én nagyon szerettem itt tanulni, illetve valamilyen szinten örülök is, ugyanis egy új kapu nyílik előttünk, és igazából most lépünk be a nagybetűs életbe. A refitől nagyon sok mindent kapott a tudáson túl, mert véleménye szerint tanárai nem csak tanították, nevelték is őt. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, nyilván ugye tudást elsősorban, de ezen kívül azt gondolom, hogy sokszor a tanáraink nem csak tanítottak, hanem neveltek is bennünket, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy bölcsek lehessünk további életünk során. Matematika, fizika szakosként a humántárgyak álltak hozzá legközelebb. A média kommunikáció érdekli, ezen a vonalon tanul tovább. Hát tovább tanulni azzal kapcsolatban szeretnék, ami most a legjobban érdekel. Ugye annak ellenére, hogy én matematika, fizika szakos voltam, mindig a humántantárgyak álltak hozzám közelebb. Úgyhogy most jelenleg a média kommunikáció az, ami a legjobban érdekel, és ezzel kapcsolatban is szeretnék tovább tanulni. Nagyon sok jó versenyélményt viszel magával. A nyelvek voltak a legfontosabbak számára, oroszból is középfokú nyelvvizsgát tett. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó élményt viszek innen. Ugye, ami leginkább nekem fontos, az ugye a nyelvek, mind a magyar, mind az idegen nyelvek. Ugye én szerencsére orosz nyelvből major tanár úr által eljuthattam arra a szintre, hogy középfokú nyelvvizsgát tettem, és azt gondolom, hogy ezért örökké hálás leszek. A DÖK munkájában is részt vett, bár a digitális oktatás alatt programot nem tudtak szervezni, de köszöni az alsóbb évesek segítő munkáját. Bár ugye csak utolsó évben voltam diák önkormányzati elnök, és sajnos nem nagyon volt lehetőségem ebben a pozícióban tevékenykedni, de amit tudtam, megtettem, és nagyon nagy segítségeim voltak az alsóbb évesek, akik mindenben azért igyekeztek segíteni, és sokszor levették a terhet a vállamról esetleg az érettségi előtt, vagy akár a szalagavató idején. A digitális oktatás alatt az érettségire sokkal nehezebb készülni. Neki fontos a személyes jelenlétű óra. Számomra sokkal nehezebb volt. Én alapvetően nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenléti oktatás során ugye egyrészt a kérdés-válasz lehetőség is jobban megvan, illetve a tanárral való kapcsolat is sokkal könnyebben kialakítható, hogy a személyesen tudunk találkozni. Úgyhogy számomra sokkal nehezebb volt így, mint hogyha találkozni tudtunk volna, de azt gondolom, hogy amit tudtam, azt megtettem így is.